Városunkban rendezték a mini röplabda bajnokság 5. fordulóját. Az összecsapáson 8 csapat vett részt a dunai városiakkal együtt. A csoportmérkőzések után a helyosztókon vettek részt a csapatok. Az első meccset elvesztettük, csak szerencsék volt, hogy nyertünk, mert kevesebben voltak. Hát úgy a csapat összehangolódás az szerintem egész jól megy. A szurkolást azt még gyakorolnunk kell, de szerintem egész jól megy. Érdekesen alakultak a dolgok, mert az első sorunk nagyon jól alakított, a vártnál is jobban, viszont a második sorunk nagyon leengedett. De szerintem ezt még fel lehet húzni. A dunaivárosi fiúkkal elégedett az edző, hiszen jó játékot mutattak. Én mindenféleképpen első körben annyit kértem tőlük, hogy a 100%-ot hozza ki magából mindenki, és eddig hála jó Istennek így is sikerült a torna. Két meccsünket meg tudtuk nyerni, a Kecskemét, illetve a Kaposvár ellen. A csoport elsőségért fogjuk játszani most a Dággal a mérkőzést, úgyhogy remélem éremér is tudunk menni. A kecskemétiek nem tudtak részt venni a bajnokság 5. fordulóján, hiszen sok játékosuk hiányzott, így nem volt meg a létszámuk. Ennek ellenére a versenyen kívül ők is játszhattak meccseket. Hát nagyon jól érzem magam, játszottunk már Kaposvárral, Dunaújvárossal, és hát úgy ennyi lenne. Amúgy kicsit szomorú vagyok, mert nem tudtunk úgy kiállni, mert kevesebben vagyunk, de lélekben és testileg is elsőnek érezzük magunkat. Én másodikba kezdtem el röplabdázni, és nagyon szeretem, mert jó sport, és mindig megyünk meccsekre, meg szurkolnak a szüleink, és támogatnak is. A kecskeméti csapat edzője azt mondta, annak ellenére, hogy kevesen vannak, jól játszanak a gyerekek, és a legfontosabb az, hogy szeressék a sportágat. Mi ebbe a mai magyar röplabdás mezőnyben a jók közé tartozunk. Van 3 igazán fellegvár ebbe az utánpótlás szinten, Dunaújváros, Kaposvár, Kecskemét, illetve még bocsánat, van más is. Mi a jók közé tartozunk. Idén 3 torna volt, azt mind 3-at megnyertünk, de úgy nyertük meg, hogy vannak olyan csapatok, akitől kikaphatunk, eddig jó teljesítettünk. A bajnokság 4. helyén végzett a DSE Röplabda Akadémia, 3. lett a Delta RSE, 2. helyet érte el a Kesi Vásárhely, és 1. helyezett lett a Dák csapata. A dunaivárosi fiúk legközelebb Tatabányán méretik meg magukat, amelyre szombaton kerül majd sor.